Az elmúlt 4 évben egyetlen kutyát sem kellett elaltatni a Városgazda üzemeltetésében lévő állategészségügyi telepen. Ezt pedig szeretnék, hogy a jövőben is így maradjon. Ehhez járul hozzá az az együttműködési megállapodás, amit a Menhely a Miskolci II. Esély Állatvédő Alapítvánnyal kötött. A két szervezet most új alapokra fektette a több éves közös munkát, ezen túl az alapítvány már nem csak a felelős gazdi keresésben tud segíteni, de anyagi segítséggel is hozzájárulhat a telepen élő állatok életminőségének javításához. Vannak, akik örömükben ugatnak, és vannak, akik csak csendben várják, hogy egy szerető gazdi érkezzen megmentésükre. A kutyusok jól érzik magukat a tiszta világos kennelekben, de a gondoskodó simogatásból nekik kevés jut. A Miskolci Állategészségügyi telepen csaknem 50 kutyáról és 7 macskáról gondoskodnak. A Városgazda munkatársai szállítják őket ide, ahol ellátást és esélyt is kapnak arra, hogy gazdára találjanak. A kobrállatok bekerülésük után 14 napos megfigyelési idő töltenek el nálunk. Ez egy kötelező tartási idő is egyébként. Ez alatt az idő alatt megkapják a féreghajtást, a külső őrösködő elleni kezeléseket, illetve egyéb állatorvosi ellátást, attól függ, milyen állapotban kerülnek be. Védőoltást is ez alatt az idő alatt adunk nekik, illetve mikrocsippel is ellátjuk őket. 14 nap után pedig elkezdődhet az örökbeadás folyamata is. Ebben már hosszú idő óta segít a telepnek a Miskolci II. Esélyt Állatvédő Alapítvány. A közelmúltban egy együttműködési megállapodást is kötöttek. Meg fog jelenni nyilvánvaló az eddigi emberi segítségen kívül egy többlet anyagi segítség is a mi részünkről, ugye amellett, hogy tovább visszük a felelős gazdásítást, illetőleg befogadó szervezethez való jutást, hiszen Miskolcon egyedüliként, miskolci szervezetként csak mi vagyunk jelen az állategészségügyi telep életében. Az alapítvány segíthet állatorvosi költségek átvállalásában, vagy olyan cégekkel való kapcsolattartásban, akik adományokkal is tudják támogatni a Menhelyet. A közelmúlt a kötött együttműködés lehetővé teszi, hogy a állategészségügyi telepen a gazdásás közel 100%-os eredményt érjen el. A Miskolci Állategészségügyi telep híres arról, hogy 3, illetve 4 éve nem volt altatás, tehát állatot nem altattunk el. Én azt mondom, Kelet-Magyarországon az egyedülálló a állategészségügyi telepek között. A telepre bekerült állatok az együttműködéssel még nagyobb esélyt kapnak az örökbefogadásra, egy boldogabb életre, egy felelős, jó gazdi oldalán.